Üdvözlöm a 112 Press videó csatornájának nézőit. Táncos Mihály vagyok, a hírügynökség vezetője, és egy helyi babona szerint nem feltétlenül jelent szerencsét velem találkozni az út szélén. Egy szolgálati közleményünk lenne, még így az elején, az elkövetkezendő két hétben másabb jellegű munkáink lesznek, térben is messzebb fogunk dolgozni, erről később majd bővebben is lehet olvasni, illetve videókat látni, de ez a részünkről itt most annyit jelent, hogy hiába bolyong mondjuk egy nemzetközi gyorsvonat a Váti Erdőben a helyes simpárt keresve, erről nekünk nem lesznek helyszíni videóink, képeink, beszámolóink, lesz viszont más jellegű anyagunk ebben a két hétben, lesznek korábbi műszaki mentések, lesznek színházi előadások, amit elítéltek adnak elő, lesznek furcsa szituációk, érdekes képek, illetve lesz játékunk is, és most emiatt készítettük ezt a videót, ugyanis nem sokára születésnapot is ünnepel a 112 Press, és hát hűséges olvasóinkat szeretnénk meglepni néhány nyereménnyel. Hogy pontosan mivel, azt még nem áruljuk el, itt van egyébként több minden előttem az asztalon, csak pont úgy állítottuk be, hogy ne is látszódjon, hogy mi ez, de biztosan lesznek értékes, érdekes nyeremények, lesznek kütyük, illetve korábbi kérdésünk alapján lesznek olyan már használt eszközök, amiket mi kipróbáltunk, és vagy már közben lecseréltünk, vagy nekünk nem tetszett, de biztos, hogy valakinél ennek nagy haszna lesz, és lehet vele ügyeskedni, akár fotóeszközökre gondolunk, vagy navigációra, meg egyéb kütyükre, amiről sokan még azt sem tudják esetleg, hogy micsoda, pedig nagyon hasznos kis eszközök. Nem feledkezhetek meg arról, hogy a kolléganőmnek a fejét is bekötik szeptember elején. Ő a jobb kezem, néha két bal kezem, viszont ezzel a kihívással is meg kell küzdenünk, úgyhogy tényleg egy kis türelmet kérünk még, és akkor szeptember elejétől minden visszaáll a normális kerékvágásba. Köszönjük a videóinkhoz, cikkeinkhez írt hozzászólásokat, véleményeket, észrevételeket, és köszönjük azt is, hogy olvasóink már rájöttek, hogy a trágár szavaknak, személyeskedésnek nem igazán örülünk, annál inkább a saját véleménynek, még akkor is, ha esetleg ez teljesen más, mint a mi elképzelésünk a világról. Örömmel olvassuk ezeket, illetve bízunk benne, hogy sokan tanulnak belőle, vagy elgondolkodnak egy-egy eset kapcsán. Az első játékunk, amit most meghirdetünk, így a távollétünk alatt, az gyakorlatilag szintén ezt a vonalat fogja erősíteni, ugyanis szeretnénk, hogyha azon hűséges olvasóink, akik feliratkoztak YouTube csatornánkra vagy Facebook oldalunkra, hozzászólnának videóinkhoz, amiket 2016. július 1-e és szeptember 30-a között töltöttünk fel, és a hozzászólók között fogjunk kisorsolni egy érdekes és értékes nyereményt. Erről csak röviden annyit, hogy most még kedvenc városunkban, Szombathelyen tartózkodunk, még 2 órán keresztül, és utána elrepülünk innét. Viszont Szaváriában, vagy hogy most nevezik Szombathelyen, ez az év Szent Márton püspökről szól, születésének 1700. évfordulója okán, és kicsit most ehhez is kapcsolódunk, ugyanis azok között, akik hozzászólnak videóinkhoz ebben a 2-3 hónapban, azok között kisorsolunk egy 10 000 forint névértékű ezüstből készült emlékérmét, egy pénzérmét, ezt mindjárt meg is mutatom, ha megtalálom. Igen, meg is van. És Lebó Ferenc tervezte ezt az érmét, ilyen kis díszdobozban fogjuk kisorsolni és átadni. Így néz ki egyébként. És annyit kell róla tudni, hogy ha valaki akarja, akkor ezt elvásárolhatja egy boltban, ezt nem javasoljuk, érdemes megtartani és egy kicsit várni vele. Összesen 5000 példányt vertek ebből az érméből. Olvasóinknak tehát nincs más dolguk, mint leírni a véleményüket valamelyik videónk alá, vagy akár több videó alá. Ha még nem iratkoztak fel, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Ha nem tetszik, iratkozzanak le róla, de kérjük, hogy saját véleményüket írják. Ne azt, hogy megosztva a játékért indulok, hanem írjanak saját gondolatokat, saját véleményt, mások is tanulhatnak belőle, és azért mielőtt még kikapcsolnánk a kamerát, egy dolgot megmutatok még leendő nyereményeink közül, amit itt októberig majd meg lehet nyerni. Ez egy sportkamera, aminek valószínűleg fiatalok, idősebbek is örülhetnek, hogyha megnyerik, lehet nyúzni, használni, rengetegféle helyre fel lehet rögzíteni, Full HD-ban rögzítés. Lehet érdekes, szép videókat csinálni, amit szintén fel lehet majd tölteni a YouTube-ra, oda, ahova az ember akarja. Közben itt rongálok az asztalon. Mindenkinek még kellemes nyarat kívánunk erre a hátra lévő időre. Ne találkozzunk az utak mellett. Mi most innét elrepülünk, és találkozunk szeptemberben. Minden jót!